Ezrek játszották újra vasárnap a 200 évvel ezelőtti népek csatáját, a napóleoni háborúk egyik legvéresebb ütközetét. Az úgynevezett lipcsei csatát korhűjelmezekben elevenítette meg 26 országból 6000 résztvevő. A főszervező szerint nem csak a csatára emlékezik Európa. A mai modern Franciaország és a mai modern Németország fejlődésének új szakaszát is számíthatjuk innen, ahogy egész Európa újra szerveződött azután, hogy Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Sokan annyira lelkesen vettek részt a csata visszajátszásában, hogy nem csak az arcuk pirult ki, hanem elsősegélyben is kellett részesíteni őket, mondja az emlékütközet egyik résztvevője. 200 éve ugyanannyian haltak meg a lipcsei népek csatájában, mint ma a 2,5 éve tartó szíriai polgárháborúban, több mint 100 000. Az emlékütközet egyik nézője erre hívja fel a figyelmet. Elgondolkodtató, hogy annak ellenére, hogy milyen szörnyű csata lehetett, mennyien haltak borzalmas halált, az emberiség soha nem tanul a történelemből.